A József Attila Gimnázium nagyra becsült tanárára, a Vörös Marti Társaság sokra hivatott költőtagjára, Pál Lajosra emlékeztek egy felolvasó estel a Társaság Kossuth utcai dísztermében. A találkozón a méltósággal teli pillanatok moderátora Bobori Zoltán tolmácsolásában ismerhettük meg Pál Lajos munkásságának kiemelt pillanatait. Pál Lajos, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy nagybetűs tanára volt ennek a városnak, és hát a Vörös Marti Társaság egyik nagyon aktív és nagyon lelkes és nagyra becsült tagja. Hát persze, hogy hiányzik, és az is természetes, hogy emlékezünk és emlékeztetünk rá. Bobori Zoltán versekkel idézte meg Pál Lajos Mondriáni Táj című verses kötetének kiadását, amelyet a szerző saját színes rajzai illusztrálnak. A kötet szerkesztője Revák István visszaemlékezésében megerősítette, az alkotó személyisége indítatása kivételes gondolatokban jelent meg. Ez a könyv, ez egy füves könyv. Már maga a címlapja is. Tehát tulajdonképpen olyan, mint Havasnak a Babérliget könyve, Márainak a füves könyve, amelyik olyan értékekkel bír, és olyan rövid, kevés, leszűkített, nagyra, nagy látószögű gondolatokat tartalmaz, amit nagyon kevesen. A visszatekintés megerősítette nemzedékének kiválósága olyan kértéket hagyott örökül számunkra, amely a jelenben is útmutatást ad.